Üdvözlöm Önöket, ez a programpont, jönnek is a részletek, tartsanak velünk! Adventi hangulat költözött a főutcára, egészen karácsonyig programok sokasága várja a miskolci családokat. Lesz gyermekfoglalkoztató óvodásoknak, megelevenedik Miskolc karácsonyfája. Hazánk első éneklő fenyője várja a közösségeket, csapatokat, hogy énekeljenek az életre keltett karácsonyfa díszeként. De lesz még a programok között kórusverseny, a családok adventi koszorúja, ahol vasárnaponként újabb gyertyát gyújtanak meg a város vezetői. Vasárnap pedig, advent első vasárnapján ismét elindul az Európa szerte híres adventi villamos, amely új pompájában díszeleg majd idén decemberben. Akik még nem elsősorban az adventi programokra vágynak, azok is több esemény közül válogathatnak. December 1-én szombaton a Diósgyőri várban például játékos lovagi hétpróba kezdődik. Kicsik és nagyok is kipróbálhatják bátorságukat, ügyességüket a vár lovagtermében. A program szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik és délután 4 óráig várja a próbatevőket. Sokaknak csak a szokásos újabb alkalom, de a kutyusoknak mindennél többet jelentenek két hetente a szombati napok. Immár 96. alkalommal várják a kutyabarátokat a miskolci állategészségügyi telepre. Ezúttal is délelőtt 10 és délután 2 óra között lesz lehetőségük az érdeklődőknek, hogyha hidegben is, de kicsit megsétáltathassák az ott élő kutyusokat. Aki pedig igazán összebarátkozik valamelyik kedvenccel, akár örökbe is fogadhatja. Kedves nézőink, ennyi fért mai programajánlónkba, köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsor támogatója a Roland Divatház Premier Outlet.